Szasztok srácok, Zomolyok, üdvözlök mindenkit, ez itt a Wild hétvége, és mint olyan egy Thaddeusos Priest-tel fogunk játszani. Az egésznek a lelke nyilván egy ilyen fajta control csomag, ugye Spiritless, Pain, Death, Greater Healing Potion, Horror, Excavated Evil, és hát ugye a lényeg, ugye a füge és a stalag, őket szeretnénk valahogy kicsalni a pástra, egyébként egy időben játszott Barnes-szal is ez a deck, de én végül ezt a verziót láttam, ami most Barnes nélkül játszik. És nyilván, hogyha belőlük így meghalt valaki, és mondjuk nem változtak birkává vagy békává, akkor őket vissza lehet hozni számtalan alkalommal, meg számtalan módon, és akkor utána még így ki lehet hozni akár Yesharazzsal is, és hát ugye akkor onnét jönnek a lehetőségek, hogy Twilight Scroll, Lesser Diamond Spellstone, meg hát az Eternal Servitude, és hasonlókkal így feltámasztani, és akkor lehet ilyen hatalmas 30x30-es Thaddeusokat csinálni. Úgyhogy ez az, amivel próbálkozni fogunk most a létrán. Nem biztos, hogy a meta legerősebb, de sőt, ebben szinte biztos vagyok, hogy nem az. De meglátjuk. Tehát, hogy ez ilyen, nem azt mondom, hogy feltétlenül just for fun, de hogy van benne win condition. És hát mint egy rank 12-n azért csak lehet már vele nyerni egy néhányat. Nincs amiféle priest questem, meg ilyesmi, hogy miért csináljuk, úgyhogy ez most csak úgy, ameddig jó lesik vele játszani. Tyranda versus Uther! I will fight with honor. Lune, give me strength. A Resurrected egyébként kihagytam a felsorolásból, de szerintem Paladin ellen, főleg, hogy teljes kezet cserélt, így szeretnék minél több leszedést. Hát a Twilight Call nem leszedés, a Psychic Scream leszedés, csak hetedik körig nem jutunk el, ha ilyen kezünk van. Ez a legnagyobb probléma. Nice juggler? Hát igen, jó juggler. A horror az jó lehet. A Pine Size horror dolog lenne jó, ugye Dude Paláról beszélünk. Ezzel még várnunk kell legalább egy kört. Wow. Kapni fogom rendesen. Nem mondjuk így, talán nem. Na és akkor most, de kikoinolta, úgyhogy nem fog jönni valószínűleg az áldás. Oké, megjátszhatom-e a horrort? De várhatok-e még egyet vele? Az a baj, hogyha kijön három... Tehát, hogyha most játssz a Call to Arms-ot, akkor abból kijön három lény, abból fixen kapok hatot, meg négy, az tíz, meg még kettőt. Ez rengeteg. Ezt eltolom. Vagy azt mondom, hogy Greater Healing Potion-nal a kezembe ezt bevállalhatom, hát vállaljuk be. Mert hogyha meg ezt megoldom, tehát az a baj, hogy nincs nálam második leszedés. Tehát utána Call to Arms utánra nem lesz semmim. Wow. Jó, ez így a kevésbé gáz. Igen, és akkor így jönnek a szpítések az arcunkra. És most megcsináljuk a potion-t és a horror, de valószínűleg meg. És csak a Darkshire miatt kell a potion. Mert a Pine Size, de hogy meg kellett csinálni. És most elvileg tudunk arcot is healelni, meg Greater Healing Potion-özni is, és az frissíti legalább a Spellstone-t. Ez nincs baj. Wow, van egy jó stalagunk. De most egyelőre ez a fontosabb szerintem. Na és akkor lesz kint egy lényünk, az csodálatos. És akkor azt már tudjuk resurrecten, meg Twilight Call-ozni, meg minden hülyeséget. Reporting for duty. Yeah. Az oroszlán. Az oroszlán most megöljük-e? Ez a nagy kérdés. De sajnos meg kell. Ez egy tarimos kör lehet, és akkor onnan sírunk. Mondjuk a tarim meg a stalagék ellen nem jó.
Mármint, hogy a Thaddeus ellen nyilván, de igen, és akkor Quartermaster, ó, Stegodon, tehát akkor fogok standard a lista. Zsenyán is. Egy Spiritlash-t esetleg, vagy egyébként a Scream-mel keverjem vissza. Elgondolkodtató amúgy. Ha most belehúzok ebbe, akkor nem tudok screamezni. Ezt nem vissza screamezem. Mert ha most eltolja a Call to Arms-t, akkor így ki tudja húzni az egy-egyeket. Ja, és akkor Call to Arms? Nem Call to Arms. Jó. Wow, és nem full standard listával játszik. Meglepő. Na. Akkor egy jó sztalag. És... Lash vagy horror? Én a paint veszem ki ám. És az a baj, hogyha felteszi a 3-3-as fegyvert, akkor Stalag ott megalázza, mint a fene. Az ugye eddig nyilvánvaló. És második Stegon is volt nála. Szép. Hát ez meg lett mérgezve. Most ez lehet egy Lash. És akkor a két kis hulladék meg is hal. Ja, csináljuk már meg ezt. Ez nem rossz. Akarom a tempót játszani. Hát mondjuk akarjuk, nem? Vagy azt mondjuk, ugye ez most négyet biztos, hogy visszahoz, akkor nyilván akarunk egy ilyen. És akkor füge? Majd nem füge. Igen, három darab, egy-egy. Hahaha, menetrend szerint. Jó. Csak az arc. Jó. Ugye equality-le elég rosszak vagyunk. Wow. Egy 17-et tudott volna maximum arcra kapni, tehát hogy ezt a feladást egy kicsit nem értem. Jó, valószínűleg nem volt nála equality nyilván, hogyha lett volna, akkor eljátsza. 300. priestelemet láthattátok, srácok. Ezt én magam sem gondoltam volna. Randa versus Gul'dan. Your soul shall be mine. Elune, give me strength. Oké, feltételezzük-e, hogy üzzük? Nyilván nem, tehát hogy nyilván valami nagyobb aljasság. Mondjuk a Pine Size Horror kombó az elég jó, a Pain a kezemben jó, a Visions jó, úgyhogy én ezeket így megtartanám, így csodás control matchup, valószínűleg. Viszont nincs Silence a deckem, mert pedig az nekem nagyon kellene, és nincs semmi olyas, amivel tudok lényt lopni, így minőségileg. És nem igazán van lapúzásom sem, úgyhogy... ez elég rosszak az esélyünk, hogyha ő tényleg kontrollok, már pedig egy cube vagy ilyesmi, de egy eléggé annak tűnik. A Giant Lock ellen még a Light Bomb az jó, ugye 5. körös naga, és akkor utána ezt meg tudjuk csinálni, de hogy ezt a coin biztos, hogy nem játsszuk ki kb. Ez viszont igen. A Dragonfire Potion, mindenképpen. Az egyetlen probléma, hogy 6. körig nem biztos, hogy a coin el fog férni a kezemben. Mondjuk azért még 3 lapot csak tudok húzni. Ugye ezzel 5 vagy annál kisebb lényeket tudok megölni. A szolgálat, az örök szolgálat.
Na hát én azt mondom, hogy skippeljünk. Ha most nem jön a nagás kör, akkor mondjuk kitolhatjuk az Essence-t, Queen Essence, és utána még mindig tudunk lightbombozni. Hát ez kimehet egyébként. Ez zseniális. 9 a kezünkben. Jó, tehát akkor nem a nagás verziót játsza, akkor bizére kell készülni. A nagy főnökre. Most megcsináljuk a horrort. Mármint, hogy... Szép. Tehát meg lehet egy ilyen. És kimehet ez a kombó, hogyha nagyon akarom. Mert utána a Dragonfire-ra jó vagyok. Úgyhogy kérdés, hogy ezt el megcsinálom. Éppen megcsinálhatom. Tehát idegesít-e annyira? De idegesít. Vagy azt mondom, hogy ezt így just fuck it. És nézzük, hogy mit csinál. Csak az a baj, hogy le fogja cube-ozni, azt mondjuk nyilván nem akarjuk. Kis szarokat meg majd megoldjuk a Dragonfire-ral, nem érdekes. Ezeket meg cube-ozhatja, csak a nagyot ne. Meg face lesz, meg semmi ilyesmi. Na, szerintem az egyik Essence akkor ki fog menni most. Wow. Nagy markoló. Na, Tadius. Hát ez a baj, hogy itt fixen meg fogja kapni a Siphont. Siphon meg a Spellstone. Bár mondjuk nem nagyon sebzett magán. De miért csapnád bele? Talk about a nice suit. Wow. Ez most, ha Dragonfire, akkor megöli ezt. De egy tízesre tudok arcra menni. Ha Excavated Evil, akkor felgyógyítom, lecsapom és tudok tízre arcra menni, úgyhogy Excavated Evil lesz a választás. Viszont jönnek a srácok. Ugye most ez Twisting Nether ellen elég kellemetlen neki. Wow. Ez főleg horrorral kellemetlen neki. Hogy leszünk letálban? Mondjuk ezt a kettőt belecsapjuk, akkor 17-et tudunk ütni. Így tudunk nyerni kontrollmát csapot, te jó ég. Hát ez egy high roll volt. Hát akkor még egy harmadikat is szerintem bevállalhatunk, hogyha ezek a meccsek csak így mennek és mennek. Még az a horror top deck az sok mindentől megmentett, mert különben nagyon sok minden máshogy kellett volna. Mondjuk a... Akkor valószínűleg beleütöttem volna a két... Igen, akkor az elég emesség lett volna. Akkor nem lett volna letálom ugye... Se light bombbal, mert ugye akkor megöltem volna a saját lényeimet, a Dragonfire potival is. Ugye meghalt volna a füge. Valószínű őket visszakeverem, mert szeretném őket inkább kihúzni, ugye Secret Mage, tehát az van, hogyha kézből kijátszom, akkor akár jöhet rájuk
az áldás, és mondjuk a valamelyik, mondjuk a potion, vagy bármi, úgyhogy ez nem kell. Nem tudom, potion of polymorphra gondolok nyilván. És nyilvánvalóan secret mage lesz, és nem freeze, és nem burn, szerintem. Wow, hát ez egy egész kellemes kezdés, azt hiszem. Főleg egy coint elhasznált rá még mindent. Nyilván jól lett volna neki második körbe húzni. De akkor még lehet idézőes tempó mage. Azt hát. De az excavated evil-lel nem sajnáljuk. Kijátszik-e két dolgot a következő körben? Most nyilván greedizek, de hogy... És elhitetjük vele, hogy nincs nálunk másik. Nem akartam egyből leszedni. Egy excavated evil a kézben nem is hiszem, hogy kell. Ez a baj, ugye, hogyha a counterspellt most ki tud rakni, akkor ugye szívunk. De akkor még mindig ott van az ötödik körös, tehát akkor csak egy kört kell várnom vele. Dupla csé valószínűleg nem lesz a kezében a felső hét lapból. De itt most valószínűleg egy intellektje lesz. Különben nem rakta volna ki az előbb a kis csajt. A kis tanoncot. What to do? Jó. Most megpróbálhatjuk ezt. Tehát nem csé. Nem csé, nem effigy és nem duplikét, ugye, hogyha már vibe-ban vagyunk. Nem teljesen látom a line-okat, hogy hogy fogunk egyébként nyerni. Mondjuk így elég jó. Egy gond van, hogyha ez most itt csé, akkor nem tudjuk az excavated evil-t. De azt meg megpróbálhatjuk, hogy a lesssel tolunk egy kört. Wow. Ja, erre számítottam. És következő körben letakarítjuk a boardot. Reméljük nincs nála a második counterspell. És abból nem szedsz második counterspell. Jó. Tegyél ki valami szép lényt, akinek 3 HP-je van, légy szíves. Jó. Ez rendben van. Az Essence most kimehet simán. Ugye Jesarás most nem fog kihozni, de kihozza majd Stalagot vagy Tadius-t, az tök mindegy. Ja, hogy értem. Egy jó Alex. Jó Alex az mindig jó. Hát a hillelődésen fontosabb szerintem. De ez mekkora csalás? 6 manás Alex, bocsánat. Most itt ugye van dupla, hogyha felkerülne egy spell, akkor valószínűleg a Resurrectet el kell játszani. Ja. I'm late. Ja, és így kb. Letával. Ja, még egy fireball van a kezem, és az letál. Akkor viszont próbáljuk már meg ezt játszani. Ja. Ja, fireball pinggel letálja van. Ja, és nála van. Wow. Frostbolt. Még egy. Nincs másik frostbolt. Az még elég jó. Stalag kill!
Az van, hogy a pyrója van, ugye arra így is meghalunk. De így most legalább kikerültünk a fireball range-ba. Első lap pyroblast, mit kell csinálni? Hát ez most nem jött össze. Na hát srácok, úgyhogy ennyi lett volna mára ez a remek Thaddeusos Priest. Nem láttunk egyébként olyan hatalmas nagy fiesztát, tehát hogy így nem láttuk Thaddeust egyáltalán összejönni, pedig azért egy 30-30-as lény az mindig jó, és így csomó lehetőség is lett volna erre, hogy a Twilight Call-ból visszahozni a két jó madarat, még ilyesmi, de hát így vagy feladták az ellenfeleink, vagy mi haltunk meg. Na jó, úgyhogy ennyit szerettem volna, és találkozunk holnap a Wild vasárnapon. Sziasztok!